Üdvözöllek benneteket! Folytatjuk videósorozatunkat, melyben a 2022-es évvel kapcsolatos, érdekes matematikai feladatokat oldunk meg. Aktuális hónapunk az április. Így bemutatom a leckénk főhősét, a négyes számot. Mostani leckénkben két feladatot oldunk meg, és amint látjuk, ezekben a feladatokban csupán csak a négyes számjegy szerepel kíváncsiak leszünk, mennyi lesz a végeredmény ezeknél a feladatoknál. Vágjunk is bele, nézzük először is az egyszerű feladatunkat. Így szól. 4 faktoriel, majd mindez a négyzetgyök 4 négy hatványon, szorozva 4-jel, mínusz 4 faktoriel, szorozva zárójelben 4 plusz 4 plusz 4, plusz, plusz, és a végére maradt egy tört, 4 faktoriel, törve 4 ha megnézzük a feladatunkat, talán egy kicsit bonyolultabb eleme ennek a feladatnak, egyrészt a négy faktoriál, a másik pedig a négyzetgyök négy. Hát a négyzetgyök négyel gyorsan zöldágra vergődünk, melyik az a pozitív szám, melyet ha megszózunk önmagával négyet kapunk, ez a kettő. A négy faktoriál jel azt jelenti, hogy meg kell szorozni az összes természetes számot egészen a négyig, négyszer, háromszor, kettőször egy, 4 x 3 az 12, szorozva 2-vel az 24, egyen nincs értelme szorozni, tehát a 4 faktorjára a 24. Ezek után a műveletek sorrendjét alkalmazva oldjuk meg a kifejezésünket. A 4 faktoriállel kezdjük, most kiszámoltuk, láthattuk, hogy az 24. Hatványra kell emelni, mégpedig a négyzegyök négy hatványra, ezt is láthattuk, hogy 2. Tehát ez lesz a 24 a négyzeten. A szorozva 4-jel, egyelőre még csak lemásoljuk, mínusz, majd most újból következik a 4 faktoriál, újból bírjuk írni, hogy mínusz 24, és akkor a zárójelben kiszámolhatjuk a 4 plusz 4 plusz 4, 3 x 4 az 12, és nézzük ennek a törtnek a számlálóját, ugyancsak a 4 faktoriál szerepel, az 24, a nevezőt csak lemásoljuk, tehát per 4. Nézzük a következő kört. A feladat elején szerepel egy hatvány, 24 a négyzeten. Ezt többféleképpen is kibírjuk számolni. Nagyon jó, hogyha tudjuk a négyzetszámokat, számokat, főleg abból kifolyólag, hogy a 24 az Pitagoras tételénél is szépen alkalmazható. Így akkor, ha tudjuk, hogy 24 a négyzeten az 576, az annál jobb. Ha véletlenül nem tudjuk, semmi gond, külön a feladat mellett összeszorozhatjuk a 24-et 24-jel. Kezdem először a négyel való szorzást. 4 x 4 az 16, írom a 6-ot, maradt az 1. 4 x 2, 8 plusz 1 az 9. 2 x 24 az 48, majd most, hogyha számjegyenként összeadom, 6, 9 plusz 8 az 17, maradt az 1, és 4 plusz 1 az 5. Tehát így is megkaptuk az 576-ot. Ezt majd a következő lépésben szorozni kell 4-jel majd jön a következő szorzat, a 24 x 12. Hát ezt akár úgy is vehetjük, hogy ha már a 24 x 24 az 576, ugye a 12 a 24-nak a fele, így akkor vehetem az 576-nak a felét, 250, 70-nek a fele az 35, az 285, plusz 6-nak a fele az 3, az 288. De az sem gond, hogyha leírjuk szorzatként, 24 x 12, így is úgyis megkapjuk a 288-at. És az utolsó törtnél tudunk egyszerűsíteni, hiszen 24-ben a 4 pontosan 6-szor van meg, így akkor plusz 6-tal fejezzük a sorunkat. Újból vissza az elejére, nézzük az 576 szorozva 4 jel szorzatot. Ha most összeszorozzuk őket, 4x6 az 24, írom a 4-et, maradt a 2, 4 x 7 az 28, plusz 2 az 30, írom a nullát, maradt a 3, és 4 x 7 az 20, plusz 3 az 23. Ez lesz tehát a 2304, mínusz 288 és plusz 6. Én ilyen esetben csoportosítani szeretek. Összeadom először is a pozitív számokat, 2304 plusz 6, ez 2310, majd összeadom a negatív számokat, jelen esetben csak a mínusz 288, és a végén már csak annyi maradt, hogy a 2310-ből kivonjam a 288-at. Kölcsönkérek, hiszen 0 8-at nem tudok, 10-ből 8-at az 2, itt akkor már megint nullában 8-at megint kölcsönkérek, 10-ből 8-at az 2, 2-ből 2-t az 0, és 2-ből semmit az 2. És íme meg is kaptuk a 2022-es végeredményt. Nézzük most második feladatunkat. 4 a bizonyos hatványon. Ez a hatvány kitevő pedig egyrészt 4-4 per 4, majd ez is még a hatvány kitevőn, a négyzetgyök 4-en. négyszer, 4-szer, ha nincs kitéve a szolzás, akkor tudjuk, hogy a szorzás jelent, majd egy nagy zárójel, benne újból 4-szer, majd egy kisebb zárójel, 4-4, a hatvány kitevő újból 4-4, és a végén plusz 4 per 4. És ha ez mindez nem lenne elég, még törve négyzetgyök négyel. Hát az előző részben a négyzetgyök négyet már megoldottuk, láttuk, hogy az 2. A törtvonal után talán írjuk le a nevezőt, négyzetgyök négy, mondtuk, hogy az 2, és akkor összpontosítsunk most a számlálunkra. Amint láttuk, tehát a hatvány kitevő egy összetett kifejezés, először azzal kell elboldogulnunk. Tehát a négyet lemásolom, a zárójelben 4 mínusz 4 per 4. Számoljuk ki először is a 4 per 4-nek az értékét, ugye a 4-et és a mínusz csak lemásolom. 4 per 4 az 1, tehát ide kerül az 1, és ahogy az előtt már számoltuk a négyzetgyök 4-et, az lesz a 2. Majd írom tovább, mínusz, egyelőre még nem szólzok 4-jel, messze vagyunk még attól, jön a nagy zárójel, abban a 4-szer, és jön a kis zárójel. És vigyázzat, itt könnyen... Félreolvashatnánk, olvashatnánk 4-4 a 4-4. hatványon. Valaki mondaná, hogy ez 0 a 0 hatványon. Vigyázat, a 4-4, mint hatvány kitevő, csak az utolsó négyesre vonatkozik. Így akkor az első négyes csak lemásolom majd, és csak a 4-4-et számolom, ez lesz ugyan a 0, tehát 4-4 a 0 hatványon és a folytatásban a 4 per 4 el már találkoztunk, tehát ez lesz az 1 plusz 1. Térjünk vissza megint a kifejezésünk elejére. A tört vonalat, illetve a per 2-t nyugodtan kitehetjük, ez a legkönnyebb része a feladatnak. A hatvány alapunk a 4, ezt csak lemásolom. És most számolom a 4 1-et, 4 1 az 3, és vigyázat, ez még a második hatványon. Talán legérthetőbb, hogy ezt a 4 a harmadik hatványon ezt zárójelbe tesszük, és így tesszük ki most a hatvány kitevőt. Tehát 4 a harmadikon, és az még a másodikon. Mínusz, 4, vagy jön még mindig a nagy zárójel. 4 most a kis zárójelben elvégezzük a 4 a 0. hatványt. Tudjuk, hogy bármely szám a 0. hatványon az 1. Tehát 4 mínusz 1 marad itt a belső zárójelben és a nagy zárójában lévő plusz egyet csak lemásolom. Térjünk vissza kifejezésünk elejére. Tört vonal, illetve per 2, ez a standard indulásunk. Foglalkozunk ezzel a hatványjal, illetve hatvány hatványozásával. Az alapot lemásolom, a kitevőket összeszorzom, 3 x az 6, így kapok, tehát 4 a hatodikont. Mínusz 4 még mindig megvan a nagy zárójel, abban 4-szer, és akkor most nézzük a kis zárójelben. 4 mínusz 1-et könnyen ki tudjuk számítani, ez lesz a 3, már nincs szükség zárójára, és plusz 1 még a folytatásban. Nézzük ebben a részben a 4 a 6 hogyan boldogulunk. Mit jelent 4 a 6-on? Valójában 4-szer összeszorozzuk önmagával a 4-et. 4 x 4 4 Ezt megtehetjük így is, vagy ha egy picit logikázunk, Tudjuk, hogy a 4 az 2x2, kettő, tehát a 6 darab 4-es helyett most leírhatunk 12 darab 2-est. Úgy is mondhatnánk, hogy 4 a 6-on az ugyanaz, mint a 2 a 12-en. Miért bontottam így föl? Hát azért, mert a 2-nek a hatványait már tanultuk, és tudjuk, hogy 2 a 10-en az 1024. Így akkor számolhatunk így is, 1024, ezt megszorzom 2-vel az 2048, és azt még megszorzom kettővel, így kapunk 4096-ot. De természetes, hogy ha valakinek úgy könnyebb, akkor indulhatott volna. 4x4 az 16, szorozva 4 el az 64, szorozva 4 el az 256, és így tovább. Itt tehát a feladatban a 4 a hatodikon helyett, most már helytesíthetem a 4096-ot. Mínusz 4 és nézzük most a zárójelünket. A zárójelben van egy szorzás, illetve egy összeadás, fontosabb a szorzás, 4x3 az 12, és ezt a plusz egyet úgyból csak lemásolom. A következő lépésben ezt a kis zárójelet is meg tudom oldani. A feladat többi részét csak lemásolom, tehát úgy a per 2t, 4096-4x, és akkor a zárójelben, ez nem lesz nehéz, 12 plusz 1 az 13 és akkor maradt még a szorzatunk, 4 A feladat többi részét ugyancsak másolom. 4 13 pedig 4 az 40, 4 az 52. És most már nagyon-nagyon közel vagyunk a végeredményhez. Most ha 4096-ból kivonunk 52-t, ha kivonok 50-et az 4046, meg még 2-t az 4044 és ezt a 4044-et most már tényleg nagyon könnyen el tudjuk osztani kettővel, így kapunk tehát végeredményül 2022-t. És ezzel áprilisi feladatlapunk végére is érkeztünk. Köszönöm a figyelmeteket! Találkozunk a következő hónapban, májusban.